Két találkozó után pedig kérem tekintsék meg a hétvéget további eredményeit, statisztikáit, valamint a következő két forduló eseményeit. Zebegény nem lépett pályára a Megye 3 északi csoportjának 23. körében. Döntetlen nem volt ebben a fordulóban, a vendég csapatok viszont taroltak. A listavezető Püspök 68-1-re verte idegenben Pencet, Nagymaros 5-1-re győzött Mária Nostra ellen, míg Letkés 6-2-re verte Szokolyát. Kospalagon és Csőváron viszont a hazai közönség örülhetett. Előbbi 3-1-re, utóbbi 2-1-re győzött. A már bajnok Püspök 60 előnyei tehát maradt 15 pont Csővár előtt, mely csapatnak szépen lassan matematikailag is biztossá válik az ezüstérem. Nagymaros és Ráda dobogó legalsó fokáért meccsel egymással, melyből Szob és Vác a legutóbbi vereségével úgyfest kiszállt. Zebegény a 12., vagyis az utolsó helyen áll, és már biztosan ott is zárja a szezont. A következő körben Szobon lép pályára a zebegényi 11, majd a szezon utolsó előtti fordulójában a bajnok Püspök 60 fogadja a gárda, május 21-én 17 órától. Északnyugaton végre sikerrel szerepeltek csapataink. A bogdányi győzelem mellett Visegrád és Tahitótfalu is döntetlent játszott, utóbbi Solymár ellen végzett 1-1-re. A Tahitótfalui csapat góliát Sarudi Frigyes lőtte a 85. percben. Üröm zsinórbeli második vereségével komoly hátrányba került a bajnoki címért folytatott versenyben Pilis Szántóval szemben, amely csapat csak azért áll még a harmadik helyen, mert két mérkőzéssel kevesebbet játszott az éllovasnál. Duna Bogdán győzelmével bebiztosította a negyedik helyét a tabellán, bár a hátralévő meccseket még hoznia kell a csapatnak, ha dobogó közelben szeretne végezni. Visegrád hiába szerzett pontot, visszacsúszott a 10. helyre a tabellán, Tahitótfalu pedig egy helyen hátrébb, a 11. pozícióban fogja zárni az idényt. A következő körben csak Visegrád lép pályára, a történelmi város csapata Budaján önteszi tiszteletét, míg egy héttel később Duna Bogdán és Tahitótfalu is visszatér a körforgásba, előbbi Szigetgyöngyét, utóbbi Perbált fogadja. Visegrád az utolsó előtti fordulóban Piris Szentivárra utazik.